Kazak nagyköveti látogatás, csalóredőnyös járt Kunmadarason, igény van a termelői piacokra, miniszteri elismerő oklevél Rusoimé Szabó Magdolnának. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 30-án 18 óra 5 perckor. Karcagra látogatott a Kazak Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, első titkára és a tanácsadó. A Városházán Dobos László polgármester fogadta a vendégeket és mutatta be a nagykunság fővárosát. A megbeszélés után a nagykövet úr televíziónak elmondta, hogy Kazasztán és Magyarország közötti együttműködés legfontosabb területe a jövőben a mezőgazdaság lesz. Kazasztánnak az egyik legfontosabb közép-európai partnere Magyarország. This year is very important area for agriculture because every year we have increased our Tehát a legfontosabb fejlesztési terület, illetve együttműködési terület ez a mezőgazdaság lesz. Kazasztánnak az egyik legfontosabb közép-európai partnere Magyarország, és szeretnének magyar technológiával dolgozni Kazasztánban. Ezen kívül K+F és innováció területében is gondolkoznak. And some projects will be especially not just agriculture, including innovation technology and some other. Szeretnék több területet is bővíteni a megfelelő együttműködés, például korszerű technológiák, ezen kívül a kutatás és fejlesztés, és az innováció területén is vannak lehetőségek, mondta a nagykövet, aki szólt a két ország közötti együttműködést is segítő közvetlen repülőjáratról. Yeah, it's good because 2017 in June, I remember. Ugye 2017 júniusában indult az első közvetlen járat, amelynek nem csak a turizmus, de az üzlet felélénkítése is a célja, valamint így nem csak Kazasztán érhető, de Kazasztánon keresztül az őt körülvevő többi ország is könnyebben látogatható a magyarok számára is. Budapest, Hungary, like a bridge to going to Europe. Ambassador of Kazakhstan, for me it's very important as a first visit for going out of Budapest, because historically Karcag. Nagykövet úrnak ez az első Budapesten kívüli látogatás, és Karcag történelmi szempontból is nagyon fontos a Kunok letelepedése kapcsán. 93-ban, amikor a függetlenségük elnyerése után megalapították a nagykövetséget, azóta minden itt pozícióját betöltött nagykövet ellátogatott Karcagra, és ő is szeretné folytatni ezt a hagyományt. We are opening our embassy in 1993 after immediate after independence, and all ambassador who was here all the time traveled to here. Az, hogy a nagykövet úr, aki december közepén adta át a köztársasági elnöknek megbízó levelét, és már itt van Karcagon, azt jelzi, rendkívül felkészülten érkezett. Utána nézett a történelmünknek, a város nagy szülötteiről. Meglepő módon akár Fabrici Kovács Mihályról, akár Kun Lászlóról egy nagyon felkészült nagykövet, és úgy jött ide, mert ő az Egyesült Államokban dolgozott Kazakövetségen, úgy jött ide Magyarországra, hogy teljesen felkészült a Kunokról, és nagyon jól eső érzés volt, hogy a karcagi történelemről, a Kunok magyarországi történelméről nagyon felkészült. Már tervben van, hogy a Nauriz, a tavasz ünnepet közösen megünnepeljük itt Karcagon, egy országosat, és én nagyon várom ezt, hiszen egy nagyon szép ünnepséget tudunk rendezni kazakok, magyarok, kazakok, kunok együtt. Ott voltam, amikor meghívtuk Karcagra egy látogatásra, hiszen neki az ez az első karcagi látogatása, és én azt gondolom, hogy nagyon szép és gyümölcsöző kapcsolataink vannak Magyarországnak és Kazasztánnak, Karcagnak és a nagykunságnak is Kazasztánnal, és én azt gondolom, hogy ez egy jó folytatás, hiszen példaértékű, hogy egy Európai Uniós ország, egy közép-ázsiai országgal ilyen kitűnő jó nemzetközi gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat ápol, és ennek egy nagyon fontos sarokköve Karcag és a nagykunság. A csalók és tolvajok időről időre visszatérnek, és új történettel, új átveréssel próbálják áldozataikat megtéveszteni. A hasonló esetek elkerülése érdekében kizárólag az elvégzett munka után fizessenek. A csalók és tolvajok időről időre visszatérnek, és új történettel, új átveréssel próbálják áldozataikat megtéveszteni. Egy idős hölgyet károsított meg a szolnoki trükkös tolvaj.
A napokban egy kunmadarasi idős lakós esett áldozatul egy csalónak, aki redőnykészítési munkálatokat ígérve előleget kért és kapott, de a munkát nem kezdte meg, azóta a megadott telefonszámon sem elérhető. A hasonló esetek elkerülése érdekében kizárólag az elvégzett munka után fizessenek. Ha online vásárolnak, akkor válasszák az utánvétes fizetési lehetőséget. A csalók módszerei igen változatosak. Sokszor trükkösek, díjbeszedőnek, egyéb szolgáltatók munkatársának adják ki magukat. De van, hogy egyszerűen csak segítséget kérve jutnak be a kiszemelt áldozathoz. A megfelelő körültekintéssel az áldozattá válás elkerülhető. Ennek érdekében óvakodjon a házaluárusoktól, csak megbízható webáruházból rendeljen, lehetőleg ragaszkodjon utánvétel való fizetéshez. Ha a közösségi oldalon talált hirdetést, informálja le az eladót, személyesen átvételt követően fizessen. Legyen bizalmatlan a rosszul létre, a betegségre hivatkozó idegenektől, akik becsengetnek a házba. Természetesen nyújtson segítséget, de ne engedje be őket a lakásba. Ne legyen túlságosan jóhiszemű a bizalmába férkőzni kívánó idegenekkel szemben, és semmilyen körülmények között ne engedje be őket a lakásba. Mindig tartsa zárva a lakás ajtaját és a ház kapuját, még akkor is, ha otthon tartózkodik. Amennyiben az ajtón biztonsági lánc van, azt mindig használja. Soha ne adjon át pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott rokonának megbízásából kéri azt öntől. Soha ne beszéljen arról, hogy egyedül él, és ne áruljon el magáról semmit idegennek, még telefonon sem. Ha valaki hivatalos jelleggel érkezik otthonába, kérje el az arcképes igazolványát. Ha bizonytalan az illetővel kapcsolatban, akkor kérjen segítséget szomszédjától, rokonától. Az értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyja szem előtt. Jótékonysági célra gyűjtőknek készpénzt soha ne adjon, kérjen csekket vagy számlaszámot. Nagyobb összeget ne váltson fel idegennek, mert ez nagyon kockázatos. Valódi bankjegy mellett könnyen kaphat havisítványt, vagy kifigyelhetik, hol tartja pénzét. Amennyiben gyanús személyek próbálkoznak az ön megtévesztésével, vagy csalók áldozatául esik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es vagy a 107-es ingyenesen hívható segélyhívó számon. A kormány támogatásainak köszönhetően a helyi termelői piacok száma 2012 és 2019 között 2,5-szeresére 117-ről 298-ra emelkedett. Térségünkben Kenderesen található termelői piac. Kormány még 2012-ben határozta meg jogszabályi keretekkel a termelői piac fogalmát. Erre azért volt szükség, hogy a vidék saját erőforrásaira támaszkodva erősítse önállóságát, növekedjen a munkaerő és a népesség megtartó ereje. A vidékfejlesztési programban 279 pályázónak több mint 6 milliárd forint forrás biztosított a kormányzati helyi termelői piacok kialakítására. A helyben történő értékesítés hozzájárul a termelői jövedelmezőség növekedéséhez és a közösségek megerősítéséhez. A jogszabályi rendelkezés szerint a termelői piacok a kereskedői piacokhoz képest könnyített feltételek mellett üzemeltethetők, de csak kistermelők értékesíthetnek ott a saját gazdaságukból származó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket. A termelői piacokat azért hívták életre 2019-ben, mert szeretett volna a kormány lehetőséget biztosítani a helyi kistermelőknek, hogy a saját termékeket tudják árusítani. Legfeljebb 40 kilométeres távolságból érkezhetnek csak az áruk a termelői piacokra. Kisebb a szállításból fakadó környezeti terhelés is. Karcagon közvetlenül termelőktől hétfőn, csütörtökön és szombaton tudunk vásárolni a piac területén. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások minisztere miniszteri elismerő oklevelet adományozott Russuiné Szabó Magdolna, a Györfi István Katolikus Általános Iskola orosz testnevelés szakos nyugdíjas pedagógusa részére. Russuiné Szabó Magdolna 1979 és 2019 között végezte eredményes nevelő-oktató munkáját az intézményben, ahol már általános iskolásként is tanult. 4 évtizedes tanári pályafutása alatt az elhivatottság, a lelkiismeretesség, a töretlen lelkesedés, nagy odaadás, szakma szeretet jellemezte. Pedagógiai munkájában folyamatosan a megújulásra törekedett. Nevelő-oktató munkájában kiemelt szerepet töltött be a személyiségfejlesztés, a környezetvédelem és az egészséges életmód a nevelés.
Mindezeket jól kamatoztatta osztályfőnökként, testnevelőként és diákönkormányzatot segítő pedagógusként is. 1997-től 2017 között a Györfi István Katolikus Általános Iskola diákönkormányzatának segítő pedagógusa. Sok szabadidős program, iskolai ünnepség, nyári tábor, rendezvény ötletadója és megvalósítója ez idő alatt. Embersége, a nehéz helyzetekben lévők felé tanúsított empátiája, segítőkészsége máig példaértékű. Tevékenyen részt vett a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolával a testvériskolai kapcsolat kiépítésében és ápolásában. Pedagógiai hitvallása az volt, hogy kiegyensúlyozott, az élet minden területén helytálló gyermekeket neveljen. Az emberi erőforrások minisztere ismerő oklevelét vehette át Dobos László polgármester úrtól, Rusolyné Szabó Magdolna, akiről még furcsa kimondani, hogy már nyugdíjas, hiszen még a Györfi iskolában nekem még tanárom volt. Úgyhogy én azt kívánom, hogy sok-sok erőt még a nyugdíjas évekhez, de beszéljünk egy picit a sportról, hiszen mégiscsak az volt az ön szakterülete, de nem csak a sportba ásta bele magát az iskolában, hanem a kultúra más területére is. Így van, én azt hiszem, hogy a hétköznapi katonája voltam az iskolai életnek, és akkor ebbe belefér a sport, a szakmai dolgok, a diák önkormányzat vezetés, meg minden egyéb. Éppen azt beszéltük az előbb Kovácsné Julika igazgatónővel, hogy annak idején borzasztó, hogy mennyi terhet tudtunk felvállalni. Nem kérdeztünk vissza, mit, miért, hogyan, mikor. Egyszerűen mentünk és csináltuk. A kultúra szó önnek mit jelent? Tehát ha zenéről kérdezem, ha versről kérdezem, van-e, ami beugrik, vagy mindent meghallgat? Itt is, tehát a számomra is a kultúra egy általános dolgot jelent, mert imádom az irodalmat, imádom a komoly zenét, szívesen meghallgatom a könnyű zenét, és ugye természetes a népiparművészetet, a rengeteg ágát, az olvasást, mind-mind elfogadom, nem voltam úgy kimagasló semmiből, de mindent nagyon szerettem. És az unokának mondjuk a meseolvasás nagymamaként azt gondolom, hogy ez egy újabb dolog az életben. Igen, hál' Istennek két drága szép unokánk van. Ők is nagyon szeretik az irodalmat, idézőjelben, ők még mese útján ismerkednek vele, de most már egyre több verset tanulnak ők is, mert hisz már harmadikos és negyedikes a két csepség, és ők is élvezettel hallgatnak zenét, ha ott vannak nálunk, vagy nézünk be olyan műsorokba, amik ezt szolgálják. Én nagyon jó erőt, egészséget kívánok ahhoz, hogy még az unokáival nagyon sokat tudjon foglalkozni, és valósítsa meg azokat a terveket, amelyek még hátra vannak, és bakancsistások, hiszen gondolom, hogy az olvasás, a zenehallgatás az bármikor jöhet. Köszönöm szépen, és végezetül azt szeretném mondani, hogy nagyon köszönöm a tantestületnek, az én régi tanítóimnak, tanárainak, és a jelenlegi tantestületnek ezt a rengeteg munkát és segítséget, amit a mai napig végeznek, külön Kovácsné Julika igazgatónőnek. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!